A szemerkélő eső, sötétség, téliesnek mondható időjárás sem ijesztette el a segíteni szándékozókat. Idén is sokan csatlakoztak a BSI futamási csoport kezdeményezéséhez, a jótékonysági Mikulás futáshoz. A Tamásiban 2019 tavaszán megalakult csoport folyamatosan azon munkálkodik, hogy közelebb vigyék a mozgást az emberekhez. Megalakulásuk óta számos jótékonysági futást szerveztek már, idén sem maradt el az akciójuk, amellyel két helyi szervezetet szerettek volna támogatni. Emelte ki a szervező. Mi rendszeresen tartunk közösségi futásokat, és úgy gondoltuk, hogy jó lehetne a futás élményét és szeretetét esetleg jótékonykodással összekötni, és akkor kezdtük tulajdonképpen 2019-ben a jótékonysági futások szervezését, akkor tartottuk az első jótékonysági Mikulás futást, utána karácsonyit és húsvétit és egyebeket. Elég nagy szervezés előzi meg, nem tudom, hogy ez mennyire látszik egy ilyen rendezvényen, de ez hetek szervezése természetesen. Mind a férjem nagyon sokat segít, volt ott sátrakat, padokat kellett ugye összerakni most is, illetve világítást, hangosításban kapok segítséget a fényekben. A szervezésben a futócsoport tagjai, illetve támogatóink nagyon sokszor segítenek minket forró teával, rágcsánivalóval, szaloncukorral, forralt borral. Mindig segít minket egy Mikulás is, aki vállalja, hogy felfut a városba, és akkor ott szaloncukrot oszt a járókelőknek. Illetve vezeti a futást a kisebbekkel, a gyerekekkel, mint ahogy most itt a tó körül terveztük a mai este folyamán is, és remélem, hogy nem felejtettem ki senkit, de az egész futócsoportom nagyon aktívan közreműködik, és mindig részt vesz ezekben a futásokban. Nekem minden reményemet felülmúlt már az első ilyen jótékonysági futás is, amikor azt gondoltam, hogy tényleg nem fognak eljönni az emberek, és ez egyáltalán nem így van. Azok is megmozdulnak ilyenkor, akik tényleg megmondják nekem, hogy de én nem szeretek futni, mondtam, akkor sétálsz egy kört. Az sem probléma, most itt nem kötelező. Tehát itt nem a futáson van a hangsúly, itt a futás ez egy jelképes dolog, de nyilván természetesen azért a mozgást is szeretnénk egy kicsit közelebb vinni az emberekhez, és azok is jönnek, igen, akik amúgy nem igazán építették még be úgy rendszeresen az életükbe, de olyanról is be tudok számolni, aki annak idején, és ezt nagyon sokszor elmondja nekem azóta is, hogy annak idején itt kezdte el először ezt, és itt tette meg az első lépéseket, és azért ez olyan hihetetlen dolog, hogyha már az ember ennyit elért, és már ennyit hozzá tudtunk tenni valakinek az életéhez, akkor az már az egy nagy dolog. Az előző évek gyakorlatát követve a futásnak volt egy rövidebb, egy kilométeres távja a tónál, illetve egy hosszabb szakasza, melynek során a futók a városközpont felé vették az irányt, hogy ott szaloncukrot osszanak a járókelőknek. A zord időjárás pedig senkit nem tántorított el attól, hogy részese legyen ennek a jótékony megmozdulásnak. Ugye ez a decemberi, karácsonyi, mikulásos időszak, ugye ez ezzel jár, hogy korábban sötétedik, hideg van bizony, elsős az időjárás. Nekem azt mondták a többiek, hogy ennek is megvan egy hangulata, szeretik feltenni a fejlámpát, a kis villogókat, szeretjük kitenni a fényfüzéreket. Én azt gondolom, hogy az ünnepváráshoz valahogy ez is egy kicsit hozzátartozik. Nyilván egész más 25 fokba is napsütésbe futni, ezt most nem tudjuk sajnos megteremteni, de azt gondolom, hogy ennek az adventi időszaknak talán ez is egy kicsit a varázsa, hogy sötét van, hogy esik, hogy hideg van. A szervezők könnyen megtalálják azokat a szervezeteket, akiket támogatni tudnak egy-egy ilyen akciójukkal. Volt már olyan év, hogy gyűjtöttünk rászorulóknak, a szociális központ munkatársai nagyon sokat segítenek nekem ebben. Volt már, hogy a Tamásiban nemrégiben létrejött kutya otthonnak gyűjtöttünk, időseknek, gyerekeknek, kutyusoknak, és most a férjemmel így egymásra néztünk, amikor ezen gondolkoztunk, hogy kinek gyűjtsünk idén, és talán egyszerre mondtuk ki, hogy akár lehetne mind a kettőnek, és miért kéne hiszen választani, és ezért döntöttünk úgy, hogy idén a kutya otthont is szeretnénk támogatni az általuk kért adományokkal, tehát megkérdeztük tőlük, hogy mik azok, amiket tudunk segíteni, mik azok, amiket elfogadnának, mi az a lista, illetve a szociális központ munkatársai is mondták, hogy mi az, aminek örülnének tulajdonképpen, és azt gondolom, hogy igen, ezeknek mind meg lesz a helye ezeknek az adományoknak, úgyhogy mind a két szervezetnek, egyesületnek gyűjtünk tulajdonképpen. 5, 4, 3, 2, 1, jótékonysági Mikulás futás indul!
A megmozdulás évről évre egyre nagyobb érdeklődésre tart számot. Az akció nem csak a helyieket mozgatja meg, a környékbeli településekről is örömmel jönnek, és vesznek részt a jótékony megmozduláson. Szerintem ugye környékbeli és szervezetek, mi tartsunk össze, nem? Tehát én tök örülök, hogy itt is van minden, tök jó programok vannak. Nem csak ez a futóverseny, ugye, ha jól tudom, van egy traktoros promenádé felvonulás is, ezek nagyon jó programok, úgyhogy mi is reklámoztuk ezeket ott a Kifliben és az idegszemcseiek között, úgyhogy sajnos az idő miatt elég megfogyatkozott a csapat, így csak páran tudtunk átjönni, de még egyszer mondom, tehát így mi így környékbeli szervezetek szerintem fogjunk össze, támogassuk egymást, és ez a lényeg. Illetve hát a legfontosabb, amiért jöttünk, az a jótékonykodás, és a Tamási Szociális Központot, valamint a Kutya Otthont is nagyon szívesen támogatjuk így a Kiflivel, mint szervezetként, illetve mint Bálintan magánemberként is. Két sportot is űzünk aktívan, a futball mellett fallabdázunk, tehát squasholunk, amennyire így időnk engedi, illetve így hobbi szinten szoktunk néha futni, kocogni, kikinek mondja azt a tempót. Tehát ilyen szinten jelen van a sport az életünkben, meg a Kifli életében is, hiszen már sportnapot is csináltunk például. Gondoltuk, hogy nem lesz jó idő, ez már így várható volt, úgyhogy mi ezt így elterveztük, hogy itt leszünk, ha esik, ha fúj. Én csak ezért jöttem haza a Budapestről, hogy itt tudjak lenni, mert ott dolgozom, és akkor csak ezért jöttem. Úgyhogy nagyon elhivatottak vagyunk, és itt vagyunk, és tök örülök. A jótékonysági futás résztvevőit forró italokkal, rágcsálnivalókkal látták vendégül a szervezők, akik éremmel is készültek a hagyományszerűen megrendezett eseményre.